Sziasztok, én Kekszők, és ez itt a Need for Speed Most Wanted 2005-ös végigjátszását fogjátok most látni. És említettem, hogy más lesz most, igen, mert egy autóversenyzős játékkal fogom most játszani, prosóban végigjátszani, és említettem, hogy nehezítést is fogunk alkalmazni. A nevemből is kivehető, hogy nem a szokásos Keksz nevem van, hanem Kexus. Nos, a játékban a legelső kocsi éppenséggel a Lexus IS300-as, ami a leggyengébb kocsi, amit meg lehet vásárolni a játékban. És az lesz a célom, hogy ilyet fogok vásárolni a legelején a játéknak, és ezt a kocsit fogom használni egészen addig a pontig, ameddig le nem a játék végéig. Nos, remélem megcsinálható ez a kihívás számomra. Ha mégsem, akkor eléggé nagy kezban vagyok, de megpróbáljuk így végigjátszani a játékot, hogy egy Lexus-szal fogunk menni. Az elején és a végén, ugyebár, aki ismeri a játékot, azt nem egészen fogjuk Lexus-szal megcsinálni, de a lényeg az, hogy nagy rész a játéknak tényleg Lexus-szal fogjuk megcsinálni. Na de, kezdjük el a játékot, és megismerjük a sztoriát ennek a remek játéknak, és említettem azt is, hogy talán messze ez a legjobb Most Wanted játék, legjobb Need for Speed játék, ami készült. Erre nézzük a cutscene-t. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Nos, annyit tudunk, hogy ezzel a gyökérrel versenyzünk, és van egy csaj, aki segít nekünk, és a csajból szerintem azt hiszem, hogy a barátnőnk, vagy nem tudom. És a komoly verseny van kilátásban. Itt igen, ott az ikonikus BMW, azzal megyünk mi. Az elején a játéknak meg a vége fele. De tényleg nagy rész tényleg a Lexus-ra fogunk menni, amit említettem. Oké, úgy néz ki, hogy most jövünk mi a képben. Mindent beállítottam, ami kell nekem, szóval a beállításokkal és az irányítással nem lesz baj, mert elvileg mindent beállítottam. Megléptünk a sünöktől, és lehet látni, hogy ellenfelünk neve Razor, hát eléggé le van lassulva. Ez a BMW elég állat. Aha, és felhívott minket a csaj, hogy valami gáz van a kocsival, mert egy nagy olajfoltot hagytunk a rajtnál. Hát nem tudjuk meg. Hanem inkább előzmény sztori, na nézzük, mi történt korábban. Itt a csaj. Oh shit, Sergeant fucking Cross! Oh man, did you pick the wrong street to run on?
This is a nice car. Gauges, shifter, wheel. Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record out here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Nos, jó a helyi Sekfer zsernyák, és őt kell legjobban elkerülnünk. Na de mi történt két nappal később? Hú, Ronnie McCree? Vagy McCree? Mindegy. A lényeg az, hogy kihívott minket. Hát jó! Jó van, fiú. Na az ilyen intrókat át fogom ugorni. És igen, magyar a játék, magyar nyelvű. Azoknak, akik picikét nehéz lenne az angol, azoknak lett magyar. Bár mondjuk így is feltűnik az, hogy nem egészen úgy van fordítva, hogy kéne, de lényegében ez a fordítás még egész jó. Nos, Ronival az a helyzet, hogy itt egy szerencsétlen, szóval ezzel a kocsival úgy bárkit, bárhogyan meg tudsz verni, még időlasítás sem fogok használni, mert mi a töknek. Na de tényleg, beszéljünk picikét a hádról. Szóval középen fent van a rendőr mutató. Ez elkezd villogni, meg egy nyíl lesz ott, hogy merre található a legközelebb rendőr, vagy Trophy Box. Jobb felső sorokban látható az eredménytábla, mennyi idő mentünk eddig, hány százalék kész a pályának, vagy hányadik körnél vagyunk, és ugye az eredménytábla, Fizikét sok volt. Jobb felső sorokban a kilométer óra, a narancsárga csík az időlasításunk, benne a kilométer óra, a zöldség pedig a nitrót mutatja, a nitró pedig automatikusan újra töltődik, ha gyorsabban megyünk, akkor gyorsabban töltődik vissza. Valahasos sorok a térkép, és körülötte pedig az a csík, a körözési szintünk. Ha a csík betöltődik, akkor átlépünk egy nagyobb körözési szintre. És nem volt nagy kihívás ez a gyerek. Voltak olyan esetek, amikor mondjuk egy 10 másodpercet rávertem, de éppenség az most nem így lett, de lényegtelen megvertük. Azért majdnem megpiszta a kocsimat a kis seggfej. What did I tell you, Grayson? He shadowed me. I couldn't shake it off. Igen, itt a helyi kemény. Bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. És itt van a csaj. Mi a Townsend? Townsend. Oké. Maradjunk a milyennel. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile. Whatever you want to throw on the table, smokes anything here. Including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist.
You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Ez vicces, már meglátjátok miért. Are we doing this or what? I got it. Na itt a másik kutya, Toru Sato. Neve igazán hasonlít a Forma 1-ben régebben versenyzett az autóra. Oh yeah, you wanna amp this up? Let's do it right. Valamint a vezetési stílusában eléggé. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. Na, picit érdekesebbé teszik a versenyt a rendőrökkel. A verseny közben megjelennek rendőrök, meg így. Meg ugye, amikor random megyünk, akkor is. Oké, okay. Na, akkor ki kell kergetni innen a másik csókát is, akinek szebbik neve Bull, a másik csicskása. Nos, mint már említettem, ez a legjobb kocsi, amit látni fogunk, és ezzel a kocsival szinte bárkit meg lehet verni, aki az utatba kerül. A legnagyobb hibája mégiscsak az úttartása ennek a kocsinak, de alapjáraton tényleg elég gyors autó. Még akkor is, hogyha a statisztikát nem is ezt mutatják, de tényleg talán messze ez a leggyorsabb autó. Igen, rendőrök belépnek a szállnak a buliba, de nem sokat fognak asszisztálni a dolgokhoz, hogyha szerencsénk van. A rendőrök értelemszerűen meg akarnak minket állítani, de mindjárt vagyunk. Szóval a sztori úgy van, itt van Razor, aki a fekete és 15. helyét tapossa. És... hát ki akarjuk őt elvileg hívni? Elvileg. És... itt van ez a csaj Mia, aki segít nekünk valamiért, hogy elintézhessük. Nézzétek meg, 15 másodperc előtt vertem rá, úgyhogy épp hogy nyitvoztam meg ilyesmit, szóltak mindegy. Szóval a lényeg az, hogy őt ki akarjuk hívni, Mia segít nekünk, és le kell nyomnunk konkrétan még ezen kívül még egy versenyt, hogy ki tudjuk hívni Razort, és ahogy és mondta, hogy már nagyon sokat kell nőnöm, ahhoz ki tudjam őt hívni. Hát konkrétan ez a verseny, és még egy. És utána pedig kihívhatjuk Razort, igen. A verseny bezüngős csajok, na ezt, ez egy érdekes szöveg. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Nos. Megismerünk majd itt egy újabb karaktert, Rogot, aki a Need for Speed Most Wanted demóban szerepelt, mint ellenfél, vagy itt is, de ott fekete listás ellenfélként szerepel, hogy mi ez a fekete listás ellenfél, majd arról picikét bővebben. Ő volt a 16. Most az alapjátékban nincsen 16. fekete listás ellenfél, így ő csak egy ilyen kis beugrót kapott, meg SMS-ben fog minket majd zaklatni. Itt megismerünk egy újabb versenyfajtát az előző mellett, ugye az előző egy egyszerű sprint volt, A pontból B pontba a leggyorsabban kell eljutni a célig. Itt ez egy körverseny, ami lényegében megvalterozott teljes pálya és egy X számú kört kell rajta végigmenni. Jelen esetben kettőt tényleg egész egyszerű versenyek vannak. Lesznek még érdekes versenyek, hát annyira érdekesek nem lesznek, de lesznek versenyek, amik tényleg jó szabályok rendelkeznek, és másabb, mint ami az előző Need for Speed játékokban benn volt. Ugye sokan ezt a játékot tartják a legjobb Need for Speednek, nem is véletlenül. A játékjelenetek mellett ezek a filmes jelenetek egész jók. Az egy másik dolog, hogy mondjuk a színészek annyira nem jók, de nem is rosszak, szóval egészen jól működnek. Mondjuk annyi ilyen filmjelenet nincs a játékban, itt az elején van, a végén van, meg egy van, még ezen, itt ennél a ponton túl körülbelül egy ilyen fél órás játék, mert inkább egy 3-4 órás játék, mert után láthatjuk az. Szóval tényleg nincsen túl sok jelenet.
de ez talán nem is baj. És közben ennyi volt a verseny. Kemények ellenfeleket kaptunk. Igen, egy frog mostantól a magrunk lett. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Igen, Razor most mondta, hogy kihív minket, és jön a jelem. Amúgy nem tudom, hogy ez folyik, hogy ezt így csinálták, vagy mi a szar. Láttátok, hogy Razor nagyon rengatta a karját, nem tudom, ez folyik-e, vagy így sikerült, így akarták. Igen, most jön mindjárt ránk az 5 perc. Na és ezt sose fogod látni a játékban. Kicsi lány, tök mindegy, mit mondasz, így is leverem ezt a szerencsétlen, hát nem kell egyre nagy tudomány. Amúgy ajánlom figyelmetekbe a Róni kérdését, hogy hogyan megy a kocsim. Hú, ezt elfelejtettem el magukra. Mert ez egy nagyon fontos kérdés. Amúgy itt a rajtnál lehet látni, hogy a kilométer? Lényegében az szóval a kilométer óra mutató az bekékül egy pontnál. Nos, hogyha bekékül, az azt jelenti, hogy jobb rajtot fogunk elérni. Minden, általában majdnem minden kocsinál ez más, és érdemes ezt elérni. Majd a Lexusnál ezt majd mi megszokjuk. Ugye hát ott elég sokat fogjuk használni ezt a kocsit. És azt hiszem, itt lesznek rendőrök ebben a versenyben. Igen, lesznek. Bár is itt van 2. A szerencsénk van, nem fognak nagyon akadályoztatni, mert ha hátról nekik mész, komoly sebességvesztést fognak neked okozni. Régen amúgy nekem mindig lefogyott a játék, mindenféle ok nélkül, de szerencsére ez nem van. Razor amúgy nem nagy ellenfél, most igen, itt van a sarkamban. Valószínű azért, mert most nem vagyok olyan jó. De alapjáraton ő is olyan, mint a többi. Talán egy picivel nehezebb, de lényegében tényleg olyan, mint a többi. Amíg kíváncsi vagyok, hogy ezzel a kihívással, amit magam elé állítottam, mennyit fogok elérni. Szóval tényleg igazán kíváncsi leszek. Hoppá, haver! Ezt benéztük. Hoppá, kicsit csattantam. Kinitrózunk. Rohadt csak nitrója van ennek a kocsinak. Ja, hívás úgy. Most. Akkor most. Na, vége, harmadszor összeült. Jajjám. Jó, hát fejezzük be hamar ezt a versenyt. Hoppá, de már mindegy. Ennyi volt. És... ennyi volt. Leállt a kocsi, és elvitték, amit azok mi vagyunk a bőrkabárba. Hát most becsiskítottak minket. 4 napja ismerem. Akarom mondani, 6 napja ismerem. Igen, jönnek a sünök. Mindenki lép. Amúgy ajánlom figyelmetekbe a kocsikat. Most.
stops that way, champ. Mert ezeket a kocsikat soha többet nem fogjátok látni konkrétan. The UC thought you were the one, but you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Jaja. És el is kaptak minket, de később mi történik? Valamivel később, még a játék se tudja maga, hogy mikor. Itt van Mia. Hogy elvigyem minket. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Húúúú, micsoda csavar! He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. Wow. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Amúgy most vettem észre itt Razornek a beugrójába, amikor mármint itt az előbb ebbe a kicsi kis videóba, hogy ott fekete listásokkal versenyezett, mert akik ott volt még három kocsi, azokkal még mi is fogunk versenyezni. Nos, nincs játékzen, ez szerintem mindenkinek feltűnt jogi problémák miatt. Tehát Razor megbütykölte a kocsinkat, és azzal most ő az első a listán, és hát vissza kéne szerezni a kocsinkat, a becsületünket, és el kéne tenni Razort a padolába, vagy amivel, mit tudom én. Na! Lexus! Édes pici Lexus! Messze a legrosszabb autó a játékban. Azt hiszem, ennél talán még rosszabb a Cadillac, de hát jó, a statjait ránézel, akkor biztos mondod, hogy Kölksz, hát te hülye vagy, hát nézd meg a statjait! Annyira fos. Higgyétek el, olyan fos az az autó, hogy az szavakkal nem lehet leírni. Úgyhogy megvesszük és kezetét veszi a Need for Speed Most Wanted 2005-ös Lexus kihívás.